A konferenciát szervező Mindent a nőkért alapítványt 2017-ben hozták létre. A nők, a gyermekek és az újszülöttek egészsége, valamint védelme érdekében lépnek fel. Az egészségügyben dolgozók számára szerveznek olyan szakmai programokat, amelyeken hasznos tanácsokkal tudják bővíteni ismereteiket és később kamatoztatni azt. Az alapítvány a család és a nők szerepe a környezettudatosság témában szervezett konferenciát Kisvárdán, ahol többek között svéd tapasztalatokat hallhattak a vendégek, illetve a családok ökológiai lábnyom csökkentésére is kaptak javaslatokat. Az alapítvány szakemberei külföldi tanulmányutakon is részt vettek az elmúlt hónapokban. Nagyon nagy szerencsénk, azt gondolom, hogy a 2018-as évben a Mindent a Nőkért Alapítvány kollégái számára lehetőség nyitott határainkon túl és tapasztalatokat szerezni. Indonéziában, Dél-Amerikában és Afrikában látogattunk el, különböző helyeken az egészségügyi minisztériumokban tettük meg azokat az első lépéseket, ahol tovább együtt fogunk tudni működni egészségügyi szakmai programokban. Ezentúl kórházakban látogattunk, és mindezek után levontuk azt a konklúziót, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszernek kiemelkedő erősségei is vannak. Most itt gondolok arra, hogy a szakembereknek a képzése, vagy nagyon-nagyon jó orvosaink és kiváló szakembereink vannak itt Magyarországon, úgyhogy így Afrikából vagy Dél-Amerikából hazatérve azt gondolom, hogy úgy örülünk, hogy Magyarországra születtünk, és hogy magyarok vagyunk. A magyar nők környezet és egészség tudatosak, főleg amikor első babájukat várják, hangzott el a konferencián. A szülésznők egyre inkább elérik a céljukat, miszerint már teljesen beépült a köztudatba, hogy magzatvédő vitaminokat javasolt szedni, valamint a magnézium tartalmú készítmények fontosságát is tudják a terhes nők, sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak. Ezt segíti, hogy az elmúlt években csökkent a várandós vitaminok ára, közölte a Magyar Szülésznők Egyesületének elnöke. Alapítványunknak és egyesületünknek is mind nagyon fontos a szoptatás propagálása, hiszen azon túl, hogy nagyon fontos ez a fajta táplálás, ugye ez környezettudatos is, és erre, mivel ez a konferencia zajlik éppen, erre fektetném a fő hangsúlyt, hogy ez a legolcsóbb. Teljesen mindig kéznél van, mindig steril, mindig megfelelő hőmérsékletű, azon túl, hogy nagyon-nagyon sok allergiás és egyéb megbetegedéseket meg lehet ezzel előzni, hogy kisbabánkat szoptatjuk. A konferencián Kis Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének vezetője előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a WHO legutóbbi jelentése alapján a világ gyermeklakosságának valamivel több mint 90%-a szennyezett levegőt szív be minden nap. Az Egészségügyi Világszervezet 17 olyan célt fogalmazott meg, amelyek a felnövekvő generációt szólítják meg. Ezek közül a legfontosabbak a szegénység elleni küzdelem és a globális felmelegedés visszaszorítása.